Rétvári Bence, parlamenti államtitkár, az Emberi Erőforrások Minisztériumából. Jó reggelt kívánok, államtitkár úr! Szép reggelt kívánok! A vasárnapi nyitvatartásokkal, a boltok vasárnapi nyitvatartásával, pontosabban annak korlátozásával folytatjuk. Tegnap azt mondta Harag Péter frakcióvezető úr, hogy a kormány támogatja ezt a javaslatot, aztán később a Nemzetgazdasági Minisztérium kiadott egy közleményt, abban meg az volt, hogy ha a széleskörű társadalmi egyeztetés meg lesz, aztán döntenek majd erről, akkor hogy is van ez? Ugye a Keresztény Demokrata Néppárt tegnap benyújtotta ezt a törvényt az országgyűlésnek, tehát mindenki már a parlament honlapján olvashatja is, mindenféle részletszabályokkal, kivételekkel együtt. Nyilván a kormány, én nem voltam ott a kormányülésen, de az én tudomásom szerint a kormány tárgyalt erről a kérdésről. A végső formáját még nem döntött el ennek a törvényjavaslatnak, tehát ez pontosan ezekben a konzultációkban fog kialakulni, akár szakszervezetekkel, kereskedőkkel, érdekvédelmi képviseletekkel folytatott egyeztetés végén alakulhat ki minden törvénynek a végső formája, de az irányjal egyetértett a KDNP frakcióvezetőre, erre hivatkozással is nyújtotta be a törvényjavaslatot, hiszen ebbe az irányba megyünk, hogy a munkavállalóknak biztosítsuk a szabad vasárnapját minél nagyobb részben, most a kereskedelmi dolgozók egy jó részének, de ez pontosan milyen részletszabályok mentén történik, az még a további konzultációkban is módosulhat. Minden törvényjavaslat szinte módosul a benyújtás és az elfogadás között, valószínűleg ez is fog. Vámos György, a Kereskedelmi Szövetség vezetője azt mondta, hogy neki aggályai vannak ezzel, mert hogy a lakosság nagy része vasárnap vásárol, ő azt mondta, hogy 50%, és hát ezek az emberek azt mondja, hogy azért mennek oda dolgozni ezekbe a nagy áruházakba, mert számítanak ugye az 50%-os hétvégi pótlékra, ő ettől tart. Hogy, ja meg, hogy annak az lesz a következménye, hogy ha vasárnap be lesznek zárva ezek a nagy áruházak, egy része nyilván, alapterülettől függ, akkor itt elbocsátásokra is lehet számítani. A kereskedelmi dolgozók különböző szakszervezetei már évekkel ezelőtt megkeresték a KDNP-t, és most is konzultáltunk velük a benyújtás előtt, és ők elmondták, hogy teljesen másképp látják ezt a helyzetet. Egyrésztről az ő általuk képviselt kereskedelmi dolgozók szeretnék ezt a szabad vasárnapot, szeretnék, hogyha számukra ez ugyanolyan pihenőnap lenne, mint mindenki más számára. Ugye nem egyenértékű, hogyha egy másik napon adják ki ezt a napot, hiszen kedden, szerdán mondjuk valakinek a gyereke nincsen otthon, hanem iskolában van napközben, tehát nem tud vele napközben együtt lenni. Ők azt mondják, hogy több ezer főnek a felvételére már most lehetőség lenne akár a kereskedelemben, hiszen túl vannak foglalkoztatva ezek az emberek, nagyon kihasznált a munkajogi helyzete, nagyon kiszolgáltatottak a kereskedelemben dolgozók, nagyon sok esetben nem tartják be a munkavédelmi szabályokat, vagy munkajogi szabályokat velük kapcsolatban, sőt, a vasárnapi munkavégzéssel kapcsolatos külön jutatásokat, vagy külön ellentételezéseket azzal játsszák ki sok esetben, nem mindenki, de sok esetben a kereskedők, hogy valakit vagy csak vasárnapra vesznek föl, kölcsönzött munkaerővel dolgoznak, vagy diákmunkásokat alkalmaznak sok munkakörben a hétvégi munkavégzés során. Tehát egyáltalán nem igaz az, hogy általában kedvező lenne vasárnap a helyzete a munkavállalóknak. Nyilván van, ahol kifizetik azt a pótlékot, ami a törvény alapján jár, ugyanakkor a munkáltatók évek óta járnak a bíróságokra, és a kúrián az utóbbi időben meg is nyerik azokat a pereket, hogy azokban az üzletekben, amelyek folyamatosan nyitva vannak, azokban nem jár a vasárnapi pótlék, nem erre munkaszüneti napon az a pótlék, ami korábban járt, tehát most már jogi alapjuk is van elvenni ezt, de ettől függetlenül, a pótléktól függetlenül is, azt mondták a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete, a független kereskedelmi dolgozói szakszervezet, hogy ők azt szeretnék, azt kérik a KDNP-től és a KDNP-n keresztül a parlamenttől, hogy biztosítsa ezeknek a dolgozóknak is a szabad vasárnapját. Láttam egy érdekes elemzést, egy európai szervezet, a neve most hirtelen nem jut eszembe, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy kimutatták, hogyha egy hónapban egy vasárnap dolgozik valaki, akkor 30%-kal megnövekszik a stressz hajlamossága, a stressz szintje. Ezt látták önök? Ezt nem láttuk, viszont azt látjuk, hogy az Európai Unió tagállamainak a felében van ilyesfajta szabad vasárnap, van erre vonatkozó kereskedelmi korlátozás. Ausztriában, Németországban, Franciaországban, Olaszországban, de akár Nagy-Britanniában is sokkal szigorúbbak a boltok nyitvatartásával kapcsolatos szabályok. Sokkal kevesebb helyen lehet vasárnap vásárolni, sokkal kevesebb helyen lehet késő éjszaka vásárolni, mert ott kialakították a munkavállalók védelmének azt a magasabb szintjét, és mi szeretnénk a munkavállalók jogvédelmét közelíteni
az európai átlag felé, nem is elérve azt, de legalább közelíteni hozzá, és hogyha ennyi nyugat-európai országban, szabad országokban, fogyasztói társadalmakban, jól működő gazdaságokban kialakult ez a rendszer, akkor én úgy gondolom, hogy Magyarországon is kialakulhat. Természetesen mi is biztosítanánk a KDNP-s javaslatban átmeneti időt. Lennének kivételek nyilván pályaudvarokon, piacokon, azok nyitva tartatlanak, vasárnap is piacokat lehetett, vasárnap lehetne piacolni. Vasárnap természetesen virágoshoz, újságárushoz lehetne menni, a pékségek nyitva lehetnének szintén, délig akár csak az újságosok és a virágosok. Tehát vannak ebben nyilván olyan rendelkezések, nem beszélve arról, amit szerintem már szinte mindenki ismer, hogy a kis családi boltok nyitva tarthatnának vasárnap is, ahol a tulajdonos dolgozik, vagy úgy gondolja, akkor nyitva tarthatná a saját boltját, ahol ő dönt arról, hogy a saját munkáit hogyan ossza be. Ezekben az esetekben nyitva lehetnének, tehát mindenki tud vásárolni hirtelen, ha valami kell a főzéshez, vagy valamire hirtelen szüksége van, azt meg tudja venni, de a nagy bevásárlások 6 nap zajlódhatnának le. Azt hogy fog kinézni, amit a PTK módosításában olvastam, hogy terveznek, hogy azok a nagy áruházláncok, amelyeknek a nettó árbevétel 50 milliárd fölött van, és a bevételük több mint fele napi fogyasztási cikkekből adódik, és egymást követő két évben nullszaladósak, veszteségesek vagy nullára hozzák ki, azoknak jogutód nélkül meg kellene szűnniük. KDNP törvényjavaslata erre vonatkozóan nem tartalmaz semmifajta rendelkezést. Én is olvastam ezzel kapcsolatos újságcikkeket, de az nem ez a törvényjavaslat. Ez szigorúan arra vonatkozik, hogy vasárnap, szabad vasárnapja legyen minél több embernek Magyarországon. Államtitkár úr, tisztelettel köszönöm, hogy a vendégünk volt. Én is köszönöm.